Szevasztok, jó reggelt, vagy éppen amikor megnézitek. Talán tegnapi nap folyamán a kérdések a hídi gyülekezetéről csoportban kommenteltem egy poszt alá, és amiben tőlem hát ilyen szokatlan élességgel minősítettem egyfajta bizonyos hozzáállást. És hát ez nem annyira burkoltan, ugye a Dave Ondinak meg a Domonics Robinak szólt. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy mind a két embert nagyon-nagyon szeretem, és a legtöbb dologban egyetértek velük. Van egy-kettő, amiben nagyon radikálisan nem, és hogyha az Úr akarja és élünk, akkor majd el fogunk oda jutni, hogy ezekről tudok majd bővebben beszélni. Hogy mik ezek, értve, hogy miért úgy gondolom én azt, amit gondolok. De azt is szeretném elmondani egyébként, hogy tehát volt ilyen, hogy én nehéz helyzetben, nehéz anyagi helyzetbe kerültem, és a Domonics Robi például konkrétan küldött nekem pénzt. Például. Tehát aztán lehet, hogy a Davis csak lehet, hogy a névtelenül, nem tudom. Igen. Csak azért szeretném mondani, hogy egy olyan emberről beszélünk a Domónak az esetében mindenféleképpen, de szerintem a Dave-ről ugyanez elmondható, aki nem csak szóval szeret, hanem cselekedettel és valósággal. Tehát ezt csak azért szeretném elmondani, hogy világos legyen, hogy ezek ilyen emberek. Tehát ez nem a személyük elleni támadás ilyen értelemben, meg még csak nem is a karakterük elleni támadás, hanem egyszerűen ugye azt írtam, hogy ez szcientizmussal van itt a probléma szerintem, tehát ez egy elmebeli magaslat, ami nem, sajnos nem csak egy területen, hanem több területen is képes az embernek a tisztánlátását úgymond befolyásolni. Úgyhogy most akkor, de nem ez az, amiről alapvetően szeretnék most így beszélni, ezt csak tisztázásképpen szerettem volna elmondani. Na most akkor mi ez a Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből, a 6. fejezetből szeretnék olvasni pár, hogy hívják ott, mondatot. Legyen, mit tudom én, a harmadiktól, nyilvánvalóan az összes ilyen olyan jó, hogy nem igaz, nem tudja az ember, hogy hol kezdje el, mindig följebb görget, hogy na, még ez is jó, még ez is jó. A harmadik, tehát 6-3, 1-3, 6-3, ha valaki más tanít, és nem csatlakozik a mi Úrunk Jézus Krisztus egészséges szavaihoz, és az Isten félelemnek megfelelő tanításhoz, az felfogalkodott, és semmihez nem ért, hanem a vitatkozásokban és szóharcokban betegesen szenved, ezekből támad az irigység, a veszekedés, a káromlások, a gonosz gyanúsítások, vagy gyanúk, megromlott elmélyű emberek torzsalkodás, akik a valóságtól, vagy való igazságtól meg vannak fosztva, akik azt gondolják, hogy nyerészkedésre való az istenfélelem, de valóban nagy nyereségforrás az istenfélelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, ki sem vihetünk semmit. De hogyha van eledelünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe és kelepcébe és sok értelmetlen és káros kívánságba esnek bele, amelyek romlásba és pusztulásba döntik az embert vagy embereket. Mert minden rossznak gyökere a pénzvágy, ami után sóvárogva egyesek eltévednek a hitűségtől és magukat átszegezik sok fájdalommal. És akkor itt van még egy csomó nagyon szép dolog utána. Fú, igen, nagyon jó. Mondjuk még felolvasom, 17. A gazdagoknak a mostani világkorszakban ad hírül, nehogy gőgösek vagy felhiázók legyenek, nehogy reménykedjenek a gazdagság bizonytalanságában, hanem az élő Istenben, aki megad nekünk mindent gazdagon megélhetésünkre. Legyetek jótékonyak, gazdagodjanak a jó tettekben, legyenek szívesen adakozók, szívesen adakozó, közösséget vállalók, gyűjtsenek kincset maguknak, eszményi szép alappal a jövőre, hogy elnyerik a valóságos életet. Nagyon jó. Ó Timótós, amit rád bíztak, őrizd meg, kerüld a közönséges, üres szóhangzatokat, zárójelben fecsegést, és a hamisan tudománynak nevezett álismeret ellenvetéseit, amelyeket egyesek hirdetnek, a hithűségtől mellékútra tévedtek, a kegyelem veletek. Amiről már elég régóta gondolkozok, talán hónapok óta, van egy ilyen dolog, arról szeretnék röviden beszélni, ha
összejön. Ami a lényegében elnézést, tehát a pénz, a pénzhez való hozzáállás. Ezt azért mondom el, nem mint olyan valaki, aki értek ezekhez. Mert abszolút nem, én nagyon-nagyon nem értek a pénzkezeléshez, meg ilyesmi. Viszont megértettem valamit. Ugye olyan időket élünk, és nem volna fel, hogyha nem mondanám el, mert úgy érzem, hogy segíthet esetleg másoknak. Olyan időket élünk, hogy YouTube-on már az Nigel Farage jön föl mindenféle izével, ajánlattal, hogy hogyan, hogy a brit kormány hogyan fogja elvenni a pénzedet gyakorlatilag, és hogy mit tudsz tenni az ügyben, hogy a befektetéseidet, meg a bankban lévő pénzedet biztonságba helyezd, tartara-tattara. Azt ugye köztudott, hogy a WF, tehát a Világgazdasági Fórum ugye szeretné bevezetni ezt a Social Credit Systemet, ugye ami van már Kínában, tehát magyarul, hogy annak alapján, hogy milyen engedelmes, tehát az önkénynek magadat önként alávető ilyen birka vagy, és ezt mennyire jól csinálod, mennyire engedelmesen, annak függvényében férhetsz hozzá, úgymond nem, hogy a, tudom én, az állami szolgáltatásokhoz, vagy bármiféle szolgáltatás, hanem a saját pénzedhez is. Úgymond, tehát amiben a saját életedet, meg energiádat fetszölted akár, vagy tervezed fetszölni a jövőben. Tehát ezt akarják ugye bevezetni, na most ennek fényében ez különösen érdekes, ez az egész történet. A pénz, meg a gazdagság, a befektetés, tatara. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogyha bármely kötöknek van ezügyben több tudása, akkor osszátok meg velem, de én amennyire emlékszem a Biblia olvasásaimból, nem találtam a Bibliában egyetlen egy darab olyan, hogy hívják ott, passzus sem, ahol a kereskedés, például a kereskedelem, az pozitív színben lett volna föltüntetve. Tehát a kereskedelem az maximum Jézusnak egy példázatában hasonlít az Isten ország egy olyan kereskedőz, aki talált egy nagyon-nagyon értékes, hogy hívják ott, ilyen, nem is tudom, igaz gyöngyöt, vagy drága követ, vagy mit, és akkor mindenét eladva azt megvette. De körülbelül ennyi. Tehát ez egy ilyen hasonlat. De maga a kereskedelem, mint tevékenység például, abban nincsen sem. Na most a mi jelenlegi, hogy hívjákunk, a világrendszerünk, az gyakorlatilag a kereskedelemre van ráépülve. Tehát teljesen. De olyan szinten, hogy tényleg annak van minden alávetve. Tehát magyarul hát nem tudsz már, tehát a búza, meg mit tudom én, az fönn van az én a tőzsdén, és egy csomó ember úgy kereskedik virtuális dolgokkal, hogy igazából semmiféle értékteremtés nincs mögötte. Nem, hogy értékteremtés nincs mögötte, sokszor semmi nincs igazából mögötte. Tehát konkrétan, tehát, és mégis ezekből olyan pénzt csinálnak, amit föl lehet használni, és amivel mindenféle dolgot meg lehet vásárolni, ugye a szextől elkezdve, a kaján keresztül, a pozícióig, bezárólag, bármit. Tehát ugye a pénz az ilyen. És ugye itt van szerintem valahol a dolognak a méregfoga. Tehát ugye a pénz az valami olyasmi, amivel bármit ugye meg lehet venni így földi viszonylatban. Tehát az ilyen mulandó dolgok közül, amik így ideiglenesen úgymond látszólag, vagy akár ténylegesen megoldják az embernek, úgymond betöltik az embernek itt a földi szükségeit, az mindent meg lehet pénzzel venni. Tehát ha nagyon sok pénzed van, akkor gyakorlatilag bármit szinte el tudsz intézni. Tehát de olyan szinten, hogy mit tudom én, hogy mint a politikusok csinálják például a legmagasabb szinteken, nem kell ehhez még Amerikába sem menni, úgymond a demokrata párt meg legmagasabb köreibe, nem kell Hunter Bidennek lenni, meg semmi ilyesmi, elég egyszerűen akár mekkora kis szutykos kis hely, mint például Magyarország kormányzó pártjához tartozni, vagy ennek a holdudvarához tartozni, és egészen megdöbbent, hogy miket meg tudsz csinálni, úgyhogy nem, tehát csak azért, mert ugye pénzed meg hatalmad van nyilvánvalóan, mert ugye a pénz az hatalom, majd tatra. Na most ezzel kapcsolatban, tehát én szerint én valahogy úgy érzem, hogy ez a különbség, tehát hogy a pénz az attól ilyen, a pénznek a szerelme, a pénz utáni vágy, az attól ilyen veszélyes, nekem ez a benyomásom, hogy a pénzzel igazából bármi, tehát a pénz az olyas valami, az egy ilyen biankó valami, tehát ez bármire tudod fordítani. Na most, hogyha, és én ott érzékelem, és nem tudom, ezt ítéljétek meg,
hogy írjátok, szóljatok hozzá, hát ha tudtok valamit, amit, vagy értetek valamit, amit én nem, hogy én úgy érzékelem, hogyha az ember a pénz helyett, tehát amikor például anyagi szükségben van, mint például én, ugye, már elég régóta, tehát körülbelül azóta, hogy gyerekünk, az első gyerekünk megszületett, tehát egy folyamatos küzdelem volt, nem csak anyagilag, hanem minden más szinten is. Azt érzékelem egyre erősebben, hogy meg kell mondani a teremtőnek, tehát meg kell mondani azt, hogy mi az, amit szeretnék. Meg kell neki mondani. Tehát mert, hogy az ember pénzt akar, azt mondjuk pénzt, tehát akkor érted, tehát ez olyan dolog, hogy aki nem tud a pénzzel bánni, mert sosem volt sok pénze igazából, az nem fog magától, ez nem alakul ki magától. Tehát azt kell, meg kell mondani, én ezt érzékelem, hogy ezt kell nekem is csinálnom rövid időn belül, hogy meg kell mondanom, hogy mi az, amit szeretnék, tételesen, mire, és hogy mire szeretném ezt használni. Tehát az ember indokolja meg, gondolja végig, stb., hogy én úgy érzem, hogy ilyen és ilyen, mit tudom én, életszínvonalon, ilyen és ilyen, nem tudom, ezekre a dolgokra volna ahhoz szükségem, hogy tényleg igazából, hogy ne kelljen, úgymond, tehát, hogy ne kelljen aggódnom, kvázi, úgymond, vagy ne érezzem magamat kiszolgáltatva, vagy mit tudom én, stb. Tehát, és akkor az ember ezt vigye az Úr elé, és mondja meg neki. És utána az van, és akkor ezt is meg lehet csinálni. Én erre gondoltam, hogy azt mondani, hogyha ezeket nekem megadod, akkor, ami ezen felül bejön, azzal másokat fogok segíteni. Tehát azt nem fogom fölhalmozni. Például. Tehát tényleg olyan idők elé nézünk, hogy a vagyon fölhalmozásának gyakorlatilag nagyon nehéz lesz úgymond úgy vagyont fölhalmozni, hogy az biztonságban legyen. Hát ugye erről szól, ahogy hívják is, a példabeszédekönyv is beszél erről, de még Jézus is beszél erről, hogy ugye mondja a példabeszédek, hogy a gazdag ember nem hagyja aludni az aggodalom az ügyben, hogy nehogy valami történjen. Tehát ugye ez egy ilyen, hogy összehalmozódik úgymond nagyon komoly gazdagság, úgymond nagyon komoly tőke egy helyre, akkor az ugye fölkelti úgymond nyilvánvalóan azoknak az érdeklődését, akik munkanélkül szeretnek ilyesmihez hozzájutni, mert viszonylag kis, hogy hívjákkal, erőbefektetésével, ügyességgel gyakorlatilag el lehet lopni a másiktól. Tehát a tolvajok kiássák, ugye így mondja Jézus is, hogy kiássák a tolvajok, igen. A szegény embereknek nincsenek ilyen problémái, tehát ők nincsenek ilyen aggodalmaik. Olyan aggodalmaik lehetnek, ugye, úgyhogy erre mondja Jézus, hogy a magvetős példázatban, hogy a gazdagságnak a családsága, meg a egyfelől lehet az egyik probléma, másik oldalról pedig a megélhetésnek a gondjai. Na most ugyanez volt, valamik Zsoltáros írja, hogy hozzám, talán ez Ezrahita, Etán, vagy Hémán, vagy nem tudom melyik, írja azt, hogy hozzám illő lelteller táplálja engem. Tehát, hogy ne legyen az sem az, hogy nélkülözök, és ezért lopnom kell, és ezért gonoszul élek az én Istenem nevével, de az se legyen, hogy túl sok pénzem van, úgymond, és akkor fölfúvalkodok, és azt mondom, hogy kicsoda az az is, kicsoda Isten. Tehát, hogy egyik se legyen. Tehát az, hogy az hozzám illő lelteller. Tehát az, hogy amiben én úgymond, tehát egyszerűen nem, hogy mondjam, tehát normális, tehát, hogy mondják ezt, hidegfejű tudok maradni ilyen értelemben. És nekem ez a benyomás, hogy ezt úgy lehet megoldani, hogy az ember elmondja a teremtőnek, hogy ezt és ezt, én ezt szeretném, mint a te gyereked, akit a gyerekeddé váltam, mert újjászültél engem, és én nekem, én úgy, én mint gyereket szeretnék hozzád jönni, és elmondani, hogy ez is ez van. Tehát Istenen lehet ilyet, tehát lehet a teremtővel ilyet, hogy az ember elmondja, hogy mit szeretne. És ne a pénzt akarjál, mert ez az, hogy itt van a probléma, mert a pénz az olyas valami, amit mindenfélere tudsz. Hát ez egy olyan dolog, gyerekek, nem tudom, lottó nyeremény, stb. Stb. Tehát amikor az van, hogy mit tudom én, most mondok egy hülye példát, tegyük fel, nem tudom, hogy a magyar forint, meg mit tudom én nagyon elvesztettem a fonalat, de mit tudom én, van mondjuk 10 millió forintot, hirtelen lesz valaki ad neked. Csak hogy az embernek a fejében rögtön ez, a legtöbb ember, ez a szegény ember mentalitás, hogy ez rögtön arra izél, hú, mit tudnék venni 10 millió forintból. És akkor tudnék venni valami, esetleg egy autót, de akkor rögtön az ember az összeset el akarja költeni, ugye? Hogy na, mit lehetne, mire lehetne ezt felhasználni, ugye? És akkor gondolatban elkölti több dologra is, külön-külön, azt az egy darab 10 millió forintot,
Mert ugye ezt végigvesz, hogy mit lehetne. És akkor ugye már ahogy hívják, ja, már a lelke, az ugye megszereti ezeket a dolgokat, mindezeket a dolgokat, amit megvehetnék. Megvehetnék, tudom, egy autót, megvehetnék egy, mit tudom én, valami földet valahol, mit tudom én, elmehetnék utazni, körbe utazni a világot, valami mindenféle luxus helyeken, stb. És az embereket így, és akkor az ember ezt így fejben mindezik, de utána ő gondolatban elköltött, mit tudom én, nem 10 millió forintot, hanem 50-et, vagy 100-at. Mert ugye annyi minden, de utána, de közben neki csak az a 10 milliója van. Na most értitek, hogyha viszont az ember megérti ezt a dolgot, hogy az én édes apukámnak neki övé minden, ugye? Tehát, tehát ugye elmondta ugye a teremtő, hogy enyém az erdő minden, vagy vada, a barmok az ezernyi hegyeken. Tehát azok az enyémek, hogyha megéheznem, nem mondanám meg neked. Tehát Isten nincsen szüksége semmiféle anyagi dologra mi tőlünk. Tehát mi nem tudjuk őt ezzel üzelni. Tehát őnek egy szavába kerül. Tehát ő így alkotta az egész univerzumot, úgymond az 6 nap alatt. Tehát úgyhogy valahogy ezt érzékelem. Tehát, hogy ez itt a helyzet. Tehát, hogy az ember mondja el, hogy mit szeretne, és amikor ez megvan, akkor bízza magát rá az Úrra, az kész. És nem kell, tehát nem szabad az embernek, tehát tényleg az van, hogy ne erre koncentráljon. Tehát ne, nagyon fontos, és ez nekem is egy nagyon-nagyon nehéz dolog nyilvánvalóan, hogy az ember ne aggódjon, úgymond különösen, ami most zajlik így a világban, minden. Tehát nagyon, nagyon, tehát sokszor nem egyszerű ezt látni, hogy hol van a határ az aggodalom, meg a felkészültség között. Úgyhogy igen, talán elmondtam a lényeget. Tehát, hogy a minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, ugye ezt hogy tudjuk akkor kihúzni ennek a dolognak a méregfogát, úgyhogy nem akarunk pénzt. Nem a pénzbe vagyunk szerelmesek, hanem az, hogy Pál apostol is mondja, hogyha van ételünk, és be vagyunk fedve, tehát azaz ruházatunk van, és tető van a fejünk fölött, akkor ezzel legyünk megelégedve. Tehát, igen. Én nem tudom, én ezt figyeltem meg, hogy ahogy az ember idősödik, úgymond, vagy egyre idősebb, meg egyre tapasztaltabb lesz, meg egyre kevésbé vannak illúzió, meg minden, egyre inkább az igény szintje, úgymond, az lecsökken, és tényleg egy ilyen minimalista, hogy hívják, lesz úrá rajta kvázi. Tehát egyre inkább azt érzékeli, hogy mind a tevékenységek, mind az igények, mind az anyagi javak, meg egyáltalán használati tárgyak, stb. Tekintetében is egyre kevesebb ilyenre van igénye, és egyre inkább azt látja, hogy meglátja, hogy mi a lényeg, és mi a lényegtelen. És most képzeljétek el azt, hogyha az ember ezt mondjuk nem így, mit tudom én, már 40, 50, 60, 70 fölött veszi észre, hanem kérjük fel, hogy aki meg fiatalabbak vagytok, és már most észreveszitek azt, hogy merre megy az a világ, stb. Stb. Én továbbra is arra buzdítok a magam részéről, mint mindenkit, hogy vissza kell, én nekem ez az álláspontom, ez mindenféleképpen jó lesz, akár belemegyünk ebbe az úgynevezett nagy nyomorúságba, akár nem, az én álláspontom szerint belefogunk, tehát nem. Most az, hogy ez téged konkrétan személyesen mennyire érint, az egy másik kérdés. Ez ügyben nem tudom, hogy ez hogy lesz, tehát hogy ez csak Izrael, az Izraelt magában foglaló világbirodalomra, vagy nem világbirodalom, birodalomra fog vonatkozni ez a fajta nagy nyomorúság, meg az, hogy nem lehet adni, megvenni semmit. Tartara. Ugye itt is ez a probléma, tehát hogyha az ember tudja, tehát hogyha az ember megcsinálja ezt, amiről a fenntartható visszafejlődés szól, meg a legyen a B-terved, az önellátás, tehát bár teljesen mindegy világnézettől függetlenül, tehát hogyha az ember abban gondolkodik, hogy legyenek ilyen barátai, és együtt segítve egymást gyakorlatilag rendezkedjünk be önellátásra, amennyire lehet, ipari forradalom előtti technológiával, tehát például aki szántani akar, ha már muszáj mindenképp szántani akar, akkor lóval, igen, ha őrölni akar, azt is sokféleképpen lehet, stb. Ez messzire vezet, de az a lényeg, hogy próbáljunk meg úgy élni, mint az amisok tényleg, amennyire csak lehet, azzal a különbséggel, hogy gyakorlatilag meg egyre inkább, szerintem nagyon gyorsan erre kell menni, hogy el kell felejteni a pénzzel való, hogy hívják, tehát minél hosszabb időre meg kell próbálni úgy, hogy hívják, úgy
úgy élni. Úgy, ez olyasmi, mint amikor meg akarsz tanulni böjtölni, ugye, hogy egyre hosszabban, csak egyre hosszabban, azzal a... Hát igen, mert ha belegondolok, is 3,5 évről van szó elvileg, amikor a nagyon nagy zri lesz, és nagyon úgy fest, hogy ez... Na mindegy, szóval nem akarok ebbe is belemenni, de ennyi a lényeg. Tehát próbáljunk meg minél inkább kvázi önellátásra berendezkedni. Ugye ez lehet úgy mondani, hogy van ez az úgynevezett halászó, vadász, hogy gyűjtögető, stb. Nem csak erre gondolok, hanem lehet, ugye, hogy hívják, ott is földet is művelni, de marha fontos szerintem meg állatot tartani. Vannak olyan állatok, amihez mindenféleképpen kell saját földterület, és vannak olyanok, amikhez nem. És úgy is lehet őket tartani. Igen, és vannak nagyon-nagyon sok olyan dolog, olyan technológia, meg olyan módszer, ilyen rég elfeledett módszerek, amelyeknek az igénybevételével egyszerűen egy csomó modern, kényelmi dolgot úgy, ahogy van, el lehet felejteni. Például a mosógép, nem akarom mondani, WC papír például. Tehát ugye régen nem volt ilyen, és az emberek mégis megoldották. Ugye erre is van rengeteg tök jó ötlet, meg mit tudom én. Itt, ezt csak azért mondom, mert itt ez volt az első, amikor jött ez a pánik, hogy itt nem lehet majd boltba menni, meg mit tudom, meg be leszünk zárva, meg mit tudom én, akkor ez volt az első, ami elfogyott a polcokról érdekes módon, a WC papír. Tehát ezzel kapcsolatban pánikolt be mindenki. Tehát tényleg konkrétan voltak ilyenek, hogy mentél egyik boltból a másikba, és nem tudtál venni. És vicces volt, mert olyan dolgokat lehetett látni, tehát az emberek megvették a papír zsebkendőt, az asztalra való szalvétát, tehát minden, ami csak távolról emlékeztetett a WC papírra, azt is elkapkodták. Ja, még azt is megkockáztam, hogy volt, aki napilapot is azért eddig életében nem vett, de na mindegy. Szóval ilyen idők voltak. Na most, hogyha az ember ismer ilyen módszereket, meg technikákat, akkor röhög ezen az egészen, mert ő tudja, hogy ő ezt meg tudja oldani. Ugyanígy meg lehet oldani, hogy vannak ilyen komposztáló, ilyen szeparátor, például WC-k, amit meg saját magad is tudsz ilyet építeni. Tehát fűrészporral működik például, igen. Tehát úgy, hogy elszeparálja azért a vizeletet, hogy hívjáktól, kakától, és akkor a kakára azért dob az ember, mi az fűrészport, és akkor az így, azt is meg lehet csinálni, hogy az ember elássa, meg azt is meg lehet csinálni, hogy komposztálja, de ahhoz nyilván saját kert, vagy földterület kell. Na jó, mindegy. Szóval ennyi a lényeg, jól eljutottam a WC-től, vagy a izétől, a pénztől a WC-ig, mondjuk így. Na, körülbelül talán ennyi összefoglalva. Tehát, hogy hogyan lehet kihúzni ennek a dolognak a méregfogát, hogy minden rossznak a gyökere a pénzszerrel, mert ne akarjál pénzt. Tehát a pénz helyett egyszerűen fogalmazd meg a fejedben, úgymond meg egyáltalán, talán hogyha így most én nagyon szentül akarok hangzani, akkor azt mondanám, hogy vidd az Úr elé. Tehát azt, hogy az igényeidet meg minden, és akkor tárd föl. Ez ugye benne is van Bibliában, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádkozásatokban minden alkalommal tárjátok fel, bizalommal tárjátok fel a kívánságot az Isten előtt, és ezt meg tudod csinálni, hogy elmondod, hogy ezt és ezt és ezt szeretném. Én úgy érzem, hogy erre van szükségem. És hogyha az van, hogy jön egy ilyen feedback, hogy ez így rendben van, megkapod rá izét, akkor ennyi. Akkor az meg lesz és kész. És akkor nem kell izélni. Nem kell pénz. Tehát azt mondod, Uram, én, te vagy az Úr, te vagy a gazda, én itt a, hogy hívják, vagyok a te eszközöd, stb. És nekem szükségem van bizonyos egzisztenciális biztonságra, de te azt mondtad, hogy minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Te jobban tudod még nálam is, hogy nyilvánvalóan, hogy nekem mire van szükségem, add meg ezeket a dolgokat, én úgy érzékelem, hogy ezekre van szükségem, hogyha te úgy te tudod azt, hogy másra, akár többre, akár kevesebbre, akár jobbra, akár vagy alkalmasabbra, vagy mit tudom én, akkor ezt adj ez így be világosságot, és akkor add meg ezeket nekem, és add, hogy abszolút soha ne kelljen semmi ügyben, tehát aggódnom, és ezeket mind rád bízom, meg minden. És valahogy így érzékelem, hogy így lehet ennek a dolognak kihúzni a méregfogát. Mondom, tehát ez ügyben nem fog kelleni aggódni, amilyen világ itt jön, tehát nagyon hamar, nagyon úgy fest, minél erre mutat, hogy nem fog kelleni a pénz miatt aggódnunk többet, tehát ilyen, hogy befektetések, mindezt el lehet felejteni úgy, ahogy van, mert egyszerűen nem lesz. Tehát ugye ebbe az irányba megy a világ.
nagyon úgy festés. Tehát olyan szintű ez az összeesküvés, tehát olyan magasra vezetnek, úgymond a szálak, és már nem is titkolják. Tehát most gondolok itt a World Economic Forumra, tehát itt tényleg én, tehát itt lakom a semmi közepén körülbelül, és hát még így hozzám is eljut, tehát ugye amikor vezet az ember utam, és akkor lát dolgokat, meg igen. És tényleg ezt lehet látni, hogy ebbe az irányba megy minden, hogy szükség lesz a izékre, a rég elfeledett technológiákra, tehát ilyenekre, majd erről szeretnék egy videót csinálni, hogy az Úr adjon erre időt, meg energiát, meg érkezést. Tehát, hogy melyek azok a skill-ek, melyek azok a képesítések, képességek, meg mit tudom én, hogy amelyekre szükség lesz. Tehát ilyenek például, hogy cipőjavító. Ugye? Good luck, tehát hogyha igen, akkor ilyen, hogy hogyan kell varni, például hogyan lehet egy ruhát megjavítani, akár tűvel és cérnával például. Igen, hogyan, akkor mi az cserzővarga például, tehát hogyha az van, hogy levágsz egy kecskét vagy egy juhot, akkor ugye hogyan kell kikészíteni a bőrét, úgyhogy azt tud valamire használni, akár disznót, stb. Ugye öveket ugye ebből lehet csinálni, például szíjakat, marha bőrből, stb. De ez hogyan, igen, ilyen dolgok. Hogyan tud szappant csinálni? Igen. Hogyan tudsz mindenféle fajta, tehát ez nagyon fontos érteni hozzá, milyen ilyen gyógynövényekhez, az ehető vadnövényekhez is nagyon fontos, hogy értsen az ember. Ez nagyon-nagyon fontos. Igen, hogyan tudsz csomót, különféle fajta csomókat kötni, mire való. Igen, a kötélverés például, most ez teljesen agyament, mert ez talán ez lesz az utolsó dolog úgy mondani, mert tényleg van annyi műanyag szemét, hogy ugye van ilyen módszer, hogy a műanyag flakonból lehet ilyen vékony damilt csinálni, de egy nagyon egyszerű szerszám segítségével. Tehát van egy csomó ilyen technológia, amiket érdemes majd így megtanulni, meg ilyen elfeledett tudás, amit föl kell elevenítenünk, stb. Kovács, a kovács mesterség például, tehát hogy hogyan lehet, most mondom, tehát konkrétan egy kést például kovácsolni, egy nyílhegyet, hogyha úgy adódik, akkor hogyan lehet egy, igen, akár megpatkolni egy lovat, tehát ez is olyan, hogyha életedben nem csináltál még ilyet, meg mit tudom én, érdemes egy-két ilyen videót megnézni, hogy némi fogalmad legyen róla, mert lehetséges, hogy lesz olyan helyzet, hogy te leszel az egyetlen, aki meg fogod tudni ezt csinálni. És azért fogod tudni megcsinálni, mert láttál egy YouTube videót, és akkor, és egyszerűen lesz némi fogalmad, némi elképzelésed, hogy itt mi a teendő voltak éppen. Ezt nyilván nem javaslom, hogy valaki egy YouTube videó alapján patkolja meg egy dolgot, de ha megnézel egy ilyet, és kedvet kapsz hozzá, hogy ezt elsajátítsd ezt a dolgot, akkor lehet, hogy érdemes. Érdemes keresni egy patkolókovácsot, ha másért nem, csak a hec kedvéért. És akkor elmenni, megnézni, hogy csinálja, stb. És az is lehet, hogy ott helyben nem gondolod, hogy ezt meg tud csinálni, de ha egyszer láttál és végignéztél egy ilyet, ugye, akkor könnyen lehet, hogy ezt meg fogod tudni utána, ha van erre érzéked, és hogy az Úr erre képessé tesz, akkor meg fogod tudni csinálni. Na, szóval rengeteget lehetne erről beszélni, de talán ennyi a lényeg, hogy a pénz helyett egyszerűen meg kell mondani a teremtőnknek, a drága apukánknak azt, hogy mire van szükségünk, és azokat átadni neki, stb. Úrunk, meg kell kérni, hogy ezt add meg nekem, és kész, és nem akarok pénzt, de segíts nekem abban, hogy eljussak oda, hogy ne aggódjak egyáltalán afelől, hogy mit tegyek, mit igyak, miben ruházkodjak, stb. Bízom rád az egészet, és te lássál el engem. De ugyanúgy, ahogy a bárkát nem sem építette meg Isten Noé helyett, meg ugyanúgy a 10 parancsnoknak a kőtábláit, legalábbis a másodikat, ugye azt is Mózesnek kellett kifaragni. Tehát van olyan, hogy az Úr azt mondja neked, hogy ezt te csináld meg, elmondom, hogy hogy legyen, te csináld meg. És hogy kell, de te oldjad meg. Tehát benne van a pakliban ez, hogy hát erre valók vagyunk, tehát ugye azt mondta, hogy művelj és őrizze, azt mondta az Úr a kerttel kapcsolatban. Az embernek. Nem azt mondta, hogy fölépítettem villanypásztor van körbe, meg térfigyelő, mi az kamera, mozgásérzékelővel, stb. Hanem azt mondta, hogy te csináljad. Tehát van ennek egy jó feelingje, amikor az ember kézműves dolgokat csinál, úgymond meg kétkezi
dolgokat csinál, és állatokat tart, vagy mit tudom én, csapdákat állít föl, vagy vadászik, stb. Növényeket gyűjt saját maga, mondjuk megszárítja őket, vagy föloldja őket alkoholban, stb. És akkor ilyen. Ezek nagyon szép dolgok. Igen, nagyon-nagyon jó dolgok ezek. Tehát, hogy az ember ért ezekhez, gyógynövényekhez, ehető vadnövényekhez, stb. Stb. Ez egy tök jó dolog. Tehát, gyerekek, hogyha teljesen izé pretribesek vagytok, meg mit tudom én, tehát magyarul a elragadtatásban két eljövetelbe hisztek, ami szerintem nem alátámasztható a Bibliából, abszolút nem, de ha mégis így volna, még akkor is ezek olyan dolgok, hogy a mesiási királyságban nehogy azt higgyétek, hogy lesznek robbanó motoros izék. Tehát megmegézi. Tehát vissza fogunk térni gyönyörű szépen azokhoz, ahogy mondjam, a természet barát. Hogy hívják okhoz? Nem azért, mert a föld anya, meg mit tudom én, hanem egyszerűen azért, mert művelje és őrizze azt. Tehát az őrzésbe, tehát beletartozik úgymond az is, hogy vigyázunk rá. Tehát, hogy úgy fogunk az elkövetkezendő világkorszakban, úgy fogunk gazdálkodni, meg úgy fogunk mindenfélét csinálni, hogy ilyen nagyon-nagyon nagyon-nagyon természetbarát módszerek. Nem lesznek ilyen lítiumbányák, meg mit tudom én, az, hogy ahol tényleg az emberek meghalnak azért, mert belélegeznek mindenfélét, stb. Nem lesznek ilyen dolgok. Hát az ipari forradalomban is, hát akkor indultak el az összes ilyen brutális járványok, mert olyan körülmények közt éltek az emberek. Hát volt, hogy a napot nem lehetett látni éveken keresztül, és akkor ugye volt az angol kor, tehát ez a csontritkulás, vagy milyen nyavajának hívják, mert egyszerűen nem volt, mert a sok füst, ahogy mindenféle vizét mentek ezek a öntödék, meg minden, mint szénnel, kohászatok, meg igen, kohók, stb. Szóval nem, ez nem lesz. Ez mind nem lesz. Tehát nem lesz ilyen, nem lesz ilyen, hanem mindenkinek lesz saját ezért a lakóhelye. Az embereknek nem fog kelleni így bejárni, külön munkahelyre dolgozni, ahol a családjukat nem láthatják, miközben a gyerekeik az iskolába vannak száműzve, ahol vadidegen emberektől kell engedélyt kérniük ahhoz, hogy kimehessenek a WC-re, stb. Tehát ez mind nem lesz. Tehát vissza fogunk állni arra az eredeti állapot fog visszaállni. A teremtéskori nyilvánvalóan egy első körben még ugye úgy, hogy csak egyszerűen marha hosszú ideig fognak élni az emberek, és de aztán eljön majd ugye az, amikor lesz új ég és új föld, és az lesz a döfi. Na, röviden ennyi. Akkor talán még van egy kis időm nekem is, hogy ezt én is most akkor fogom abszolválni most röviden, és elnézést. Most mondom, ezek mind olyan dolgok, amik még előttem is állnak, és nekem is meg kell csinálnom. Csak azért nem akarok úgy járni, mint a haszontalan szolga, aki elássa a talentumot. Tehát ez egy olyan valami, amit én így megértettem, hasznosnak találjátok, akkor örülök neki, meg minden, mert akkor legalább nem ástam el ezt a dolgot. Na, minden jót nektek, és akkor majd jelentkezem, ha az Úr is úgy akar, és élünk.